A pályázatomnak a lényege az, hogy tetőkertek építésével szeretnék foglalkozni. Ez a terv, ez profi üzleti terv volt, pontos pénzügyi kimutatásokkal, tervekkel, lehet rajta vitatkozni, de ettől még ez volt a legjobban kidolgozott terv. Én hiszek ebben az ötletben, azt gondolom, hogy egy valódi piaci lehetőség is, egyrészt, másrészt pedig szerintem nagyon fontos dolog, hogy minél inkább a tetőkertek azok megjelenjenek ebben az országban. Rendkívül sok előnye van ennek a technológiának. Elmondhatjuk azt, hogy ez télen egy fűtőhatást fog kifejteni, nyáron viszont egy hűtőhatást, és ezáltal egy magasabb kategóriába kerül a mi lakásunk, és így ezzel egy értéknövelést is elérhetünk. Amikor az üzleti tervét olvastam, eszembe jutott egy 20 évvel ezelőtti kanadai élményem, amikor egy torontói iroda épület tetején ebédeltünk, és az egy csodálatos kert volt, kert körül pedig egy futópálya, ahol a munkatársak napközben egy kicsit edzhettek, és én akkor arra gondoltam, hogy ilyen nálunk soha se lesz. Rendkívül jó pszichológiai hatás van ezeknek a kerteknek, és például az alkalmazottak számára biztosíthatnák, hogy az adott szünetekben, illetve akármikor óránként 10 percre kimennek egy ilyen kertbe, ez egy nyugtató hatással lehet, és jobban tudják folytatni utána a munkát. Ez a fiatal hölgy, aki ezzel az ötlettel előállt, ő azt gondolom, hogy készen van arra, hogyha megkapja ezt a segítséget, akkor meg is valósítsa a vállalkozását.